Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, úgy, ahogy ígértem nektek a smink kollekció második részével, és úgy, ahogy ti kértétek, a palettákkal. Gondolkoztam rajta megint csak, hogy hogyan csináljam meg, elhozzam az összeset, vagy elfelezzem, vagy hogy legyen. Végül is úgy döntöttem, hogy az első részben a Kylie-s palettáimat fogom nektek megmutatni, ami sajnos nem lesz teljes, mert ahogy látjátok, itthon vagyok Kódmezővásárhelyen, ez az én szobám, amivel nem is lenne egyébként baj. Csak otthonról hoztam el, Pestről hoztam el magammal a palettákat, és kettőt sikeresen otthon hagytam, úgyhogy ezeket majd a következő részben fogom megmutatni a palettás smink kollekció második részében. De kezdjük is el, mert így is sok paletta van nálam. Számszerűen 6 darab paletta van itt a kezemben. És egyébként az a kettő, amit otthon hagytam, a kedvenceim közé tartozik. Tehát a top 3-ba az a kettő benne van, úgyhogy okos a lány, de mindegy, következőleg úgy is látni fogjátok. Ha tetszeni fog nektek ez a videó, akkor nyomjatok rá egy hatalmas nagy lájkot, és ne fogjátok vissza magatokat a komment részlegbe, ott is mutassátok ki nyugodtan, hogyha tetszett nektek a videó, viszont a trágár kommenteket ezt kérem mellőzni. És kezdjük is el szerintem a paletták megnézegetését, mert rengeteg dolgunk van velük. Szerintem kezdem nektek időrendi sorrendbe. Már amennyire még egyébként emlékszem rájuk. Előre is elnézést, koszosak, sminktáskába vannak tartva, és szerintem látszik rajtuk, hogy vannak használva bőven. Itt van az első paletta, ami az egész Kylie Cosmetics történetében az első paletta, és az én első Kylie-s palettám is. Ez a The Bronze Palette. Nem minden színen látszik, azt hiszem, hogy talán egyedül ezen látszik, hogy mennyire sokat használom ezt a palettát, és hogy egyébként ez az egyik kedvenc színem. A gyönyörű szép hófehér kezemre fel fogom nektek kenni az összes színt, így fogjátok látni, hogy hogy is néznek ki ezek a valóságban. És még mielőtt egyébként bárki kérdezné, az összes palettát a kyliecosmetics.com-ról vettem, csak ott tudsz eredetit venni, vagy hogyha Amerikában élsz, akkor azt hiszem, hogy az Ultában már árulnak Kylie Cosmetics-es termékeket, de szerintem közülünk ez a veszély nem sok mindenkit fenyeget, úgyhogy kyliecosmetics.com, ott megtaláltok minden árat, rengetegen kérdezitek, hogy hogy kell fizetni, meg hogy nem kell fizetni, meg hogy váltanak dollárt, meg a hasonlókat. Minden információ a gyakori kérdésekben ott le van írva. Ha nem tudtok angolul, akkor le is tudjátok fordítani az oldalt, és nagyon egyértelműen, nagyon szépen minden le van írva. Úgyhogy igen, ennyit erről a részéről. Na, ebben a palettában egyébként 2 darab selyemfényű személyfesték található, 9 szín van ezekben a kis palettákban, és ebben ez ugye úgy oszlik el, hogy 2 darab selyemfényű és 7 darab matt szín. És akkor nézzük is a színeket. Az első szín a Jasper, második Quartz, harmadik Topaz, a negyedik Goldstone, ötödik Citrin, a hatodik Tiger Eye, hetedik Hematite, 8. Bronzit, és a 9. az Obsidian. Nagyon szép földszínű paletta, tele van barnával, csak barnás árnyalatok vannak benne, narancsága, ezt mondtam nektek múltkor egyébként, hogy ezeket a színeket imádom, rengeteget használom, nagyon-nagyon sokféle szemsminket lehet vele csinálni, úgyhogy szerintem ez egyébként, ha nem is ez, de egy hasonló paletta, amiben ilyen színek vannak, az egy nagyon jó beruházás, bármikor tudod használni, és szinte bármit tudsz belőle csinálni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon király paletta. A következő paletta azt hiszem, hogy időrendi sorrendben is ez volt a második, The Burgundy Palette. Iszonyatosan szeretem, nem olyan sokat használom, viszont gyönyörű és nagyon komoly szemsminket lehet ezzel csinálni, viszont nem biztos, hogy mindig hétköznapi sminkre való. Tehát így néz ki maga a paletta, fejjel lefele tartom egyébként. Ebben a palettában egyébként 4 selyemfényű szín található, amiből egyre azt mondanám, hogy tényleg selyemfényű, a másik 3 az egy kicsit már csillogósabb szín, és teljesen más az állaga, mint a bronz palettának. A matt színeknek ugyanaz az állaga is, ugyanolyan jól el lehet őket dolgozni. Plusz információ, hogy ezzel a palettával, vagyis hát ezzel is készítettem 2017-ben, azt hiszem, a Pennywise sminkemet, amit most megmutatok itt nektek. És akkor nézzük is a swatchokat erről is. Naked, Beach,
Penny, Ellie, Burgundy, Dubai, Brick, New York, Almond. Az az ötletem jutott még egyébként eszembe, hogy írjátok már meg nekem kommentbe, vagy nem is tudom, megpróbálok csinálni valahogy egy szavazást lent a komment részlegbe, hogy melyik a kedvenc palettátok, elsősorban most a Kylie-sok közül, és hogy melyikkel szeretnétek látni mondjuk egy tutoriált. Nem is, hát inkább egy készülj el velem, melyik sminket csinálom legtöbbször ebből a palettából, vagy valami hasonló, hogyha érdekel titeket, akkor komment részleg és írjátok meg. Következő palettánk a 2016-os, ha jól látom, úristen, 2016-os Holiday kollekcióból a Sam Hay Puder paletta, nemes egyszerűséggel The Holiday Palett. Ennek is le van koppa a háta, de mindjárt nézem nektek a színeket. Talán ez volt az első olyan paletta, amit kaptam, ami ennyire hideg tónusú. És ha bár próbálkozom vele, még mindig nem érzem a sajátomnak, és egy-egy melegebb tónusú sminkhez használok belőle színeket, viszont egy teljes szemsminket nem szívesen készítek el ebből. Ne csipog. Most ezt ne értsétek félre, hogy nem szívesen készítem el, mert nyilván nagyon szeretem, csak nem érzem úgy, hogy tökéletesre meg tudnám csinálni, és tökéletesen érzem magam a sminkben. És hogyha nem érzed magad tökéletesen a sminkben, amit készítesz, akkor az nem jó. Azt még nem mondtam el erről a palettáról, hogy 5 darab sejemfényű szín van benne, és ebből talán 2-t mondanék csillogósabbnak, 3 pedig tényleg sejemfényű, és 4 darab matt. Ebben a palettában a színek pedig Sugar Cookie, Frosty, Chestnut, Mittens, Winter, Nutcracker, Gingerbread, Evergreen, Silent Night. Akinek jól állnak a hideg tónusok és szereti használni a hideg tónusokat, azoknak ez is egy tökéletes paletta, és amit elfelejtettem mondani, hogy ez volt az első olyan Kylie paletta, amiben már tükör van belülről, tehát hogyha kinyitod, akkor ezen az oldalán van egy tükör. A következő palettáknál már nem vagyok biztos a sorrendben, viszont ami most nálam a következő lesz, az a Purple palett, azt hiszem, hogy így hívják egyébként, viszont nem vagyok benne biztos, mert ennek nincsen rajta a hátulján. És ez az első szerintem, aminek nincs a hátulján rajta, vagy esetleg az egyetlen, fogalmam nincs. Ebben is természetesen van tükör, 4 darab sejemfényű szín van, talán ebből 2-2. Van benne 2 szín, ami nagyon csillog, és teljesen más az állaga, mint az eddigieknek, szóval nagyon. És azt a 2 szint én nem is annyira szeretem, mert iszonyatosan porolnak, és hogyha nem fújod be őket fixálósprével, akkor lehetetlen szinte használni. A maradék pedig 5 darab matt szín, amiket egyébként, hát, hogyha megmutatom nektek, látjátok, hogy szinte bele se nyúltam, tehát ezt a színt, meg ezt, azt hiszem, egyáltalán nem használtam. Egyszer vagy kétszer, talán csak egy picit belenyúltam, de valamiért, hát... valamiért, amit mondtam már az előbb is, hideg színek, lilák, próbálkozom, de hamarabb nyúlok sokkal egy narancssárgás-barnás színhez. De mondom nektek a neveket, Periwinkle, Trophy, Stone, Lilac, Wine and Dine, Turning Violet, Amethyst, Purple Smoke, és Blueberry. Erről a palettáról nem is nagyon tudok nektek többet beszélni, mert ahogy látjátok, nem sűrűn használom. Egy lila smink kihívás egyébként, az lehet, hogy erős lenne. A következő paletta az egyik legcukibb az összes közül, ez pedig nem más, mint a The Diary palett. Ez egy Valentin napi kollekció, előre az van ráírva, hogy Kylie's Diary, és konkrétan megnézitek, könyv formája van. Belül kis szívecskékkel, de valami meseszép, és iszonyatosan aranyos, tehát ez ilyen meglátód és instant szerelem. Ebben a palettában 5 darab sejemfényű vagy csillogó szín van. Ezek a csillogó színek is olyan textúrájúak, mint az előző, a lila palettában lévők. Nekem nem annyira jön be, én jobban szeretem, hogyha krémes, és szinte tudod egy kicsit így kenni talán, vagy nem is tudom, én új vegyel szeretem nagyon felvinni az ilyen csillogó színeket. Ezeket megint csak nem lehet ecset,
befújni fixáló sprével, és csak úgy tudod felkenni. Ezeket a színeket is keveset használtam, viszont a két pirosítót, ami benne van, azt nagyon sokáig és rengeteget, és amíg nem voltak meg a kális pirosítóim, addig csak ezeket használtam. És nagyon jó is egyébként, mert az egyik egy teljesen barack árnyalat, a másik pedig egy rózsaszín, viszont abban is vannak ilyen barackos pöttyök, és kicsit még így is melegebb tónusú, úgyhogy ez a két pirosító, ez tökéletes az arcomhoz, legalábbis ahogy én szeretem. Mondom ezt úgy, hogy egy ikító rózsaszín pirosító van most rajtam egyébként, de értitek, hogy mire akadok kiukadni. Mondom nektek a neveket: B, Heartbreaker, Make Me Blush, Sweet Like Candy, Love Potion, Be Mine, Heart Eyes, Romance, Loves Me Not, First Date és Virginity. Tehát ezek a színek vannak ebben a palettában, egyébként ezeket azt hiszem, hogy már nem is lehet megvenni, tehát az ilyen limitált kiadásokat, mint a Holiday kollekciók, a Valentin nap, a Szüli napi, a nem tudom még mi van még, azokat akkor lehet megvenni, amikor vannak, és utána esetleg ilyen nagyon random alkalom, akkor így vissza vannak dobva egy körre, de akkor is nagyon kevés van belőle, és szinte lehetetlen egyébként megvenni, úgyhogy ezt egyébként el akartam még nektek mondani, hogy ezeket, amikor én vettem, mi vettük, akkor úgy működött, Los Angeles-i idő szerint reggel 9-kor vagy 10-kor volt mindig a megnyitás, tudjátok, amikor el lehet kezdeni venni a dolgokat, ami nálunk emlékeim szerint 1-2-3, mindig így volt, hogy vásároltunk, inkább 1-2, és olyankor édesanyával szépen leültünk a kis ágyra, néztük az időt, és egy-két perccel nyitás előtt odaültünk a gép elé, és elkezdtük frissítgetni, és tudjátok, volt olyan, hogy két e-mail címről próbáltunk meg vásárolni, hogy hát, ha valakinek sikerül. És nem egyszer volt egyébként olyan, amikor új rúzsok jöttek ki, vagy új paletta, vagy nem is tudom, hogy mit mondjak nektek. Lemaradtunk róla, és annyira rossz érzés, hogy biztos ti is csináltatok már ilyet, hogy valamit nagyon akartatok, és meg akartátok venni, és vártatok rá nem tudom én mennyi ideig, és oda jutottál, és nem tudod megvenni, mert egyszerűen lemaradsz róla. Úgyhogy, de ezt sikerült megvenni. Majd erről a kis vásárolgatós témáról lesz egy történetem nektek, hogyha eljutunk a highlighterekhez és a pirosítókhoz. De most még a palettáknál vagyunk, úgyhogy menjünk is tovább a következőre. A következő paletta és az utána lévő is, most ugye itt időrendi sorrendben az a kettő fog kimaradni, ami most nincsen nálam természetesen, de a következő kettő, amit mutatok, azok már a legújabb dizájn, teljesen fekete minden, mutatom először ezt. Szóval itt van ez a paletta, szerintem egyébként ez a legkisebb, ilyen kis, hogy mondjam, ilyen kompaktabb az összes közül. Ebbe is van egyébként egy tükör, és mindjárt számolok nektek. Először is 14 szín van benne, míg ugye amiket mutattam eddig, mindegyikben 9 darab szín volt. És ebben a palettában 6 csillogós és a többi matt szín, viszont ezek a csillogósak, ezek már nem selyemfényűek, hanem ezek brutális csillogós színek, és ez az a formula, textúra, amit én szeretek csillogós színeknél, amiben belenyúlsz, és egyszerűen gyönyörű. Ez az egyik kedvenc palettám. Ezt rengeteget használom, és ebből nagyon sokat használom egyébként ezt a lilás-kékes színt, majd mindjárt a swatchnál látjátok, hogy melyik az a szín, amiről beszélek. És ha bár ebben vannak lilák, ezek barnás lilák, és ezeket nagyon szeretem és nagyon tudom használni, legalábbis szerintem. Aztán lehet, hogy ti úgy gondoljátok, hogy egyáltalán nem, viszont ez a paletta nekem nagyon fekszik, és ami érdekes, hogy amikor megvettük, akkor nem gondoltam, hogy jó lesz, tehát nagyon tetszett, de nem tudtam elképzelni, hogy hogy fogom használni, és önmagában is tudom használni, és tudok vele természetesen egy teljes szemsminket készíteni, viszont sokkal jobban szeretem úgy, hogy több palettából összevariálom, tehát más szín megy a mélyítő vonalamba, aztán ebből nyúlok bele a külső szemzugba, ebből nyúlok bele a mozgó szemhéjra, ebből a fehéret nagyon-nagyon sokat szoktam használni szemöldökcsont highlightra és a belső sarokba, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó paletta. Nézzük a neveket. Jack Frost, Gumdrop, Holly, Ginger Snap, Blizzard, Miracle, Wonderland,
Lullaby, Mulberry, Slay, Santa Baby, Macaron, Hot Cider, Drummer Boy. Nyilván nem akarok senkit buzdítani arra, hogy költsétek el az összes pénzeteket és vásároljatok sminkcuccot, de ha vágytok egy Kylie palettára és nem alapdarabot szeretnétek, akkor ez szerintem egy olyan, hogyha lehetnék kapni, akkor hajrá, ezt szerezzétek be. Bár most tök jó, hogy az előbb ezt mondtam, mert ennél is azt fogom mondani. A bronz palettán kívül nyilván, mert az a legrégibb palettám, azt nagyon-nagyon sokat használom, viszont mostanában ez a leghasználtabb palettám. Ez pedig, ha jól emlékszem, a Sorta Sweet paletta, amit most karácsonyra kaptam édesanyától. Meglepetésbe vette nekem, csipog a telefonom folyamatosan. És megint csak, ahogy látjátok, egy iszonyatosan meleg tónusú, bézses, barnás, picit lilás, picit pirosas, narancssárgás paletta végtelen lehetőségnyi szemsminkkel, úgyhogy ezt mindenhova is tudod használni. Mondom a színeket: Buttermilk, Glazed, Rosé, Berry Bite, Sweet, Cookie Dough, Raspberry Sugar, Cocoa, Spice Plum. Tehát ezek voltak azok a paletták, amik most éppen nálam vannak, és ez azért a nagy része a Kylie-s palettáimnak. Jövő héten a következő részben megmutatom nektek a többi palettámat, ami nem Kylie Cosmetics-es, viszont mégis már kettő ugye kimaradt. Bármiféle észrevételt, javaslatot, kérdést a komment részlegbe várok tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tudtam segíteni, tudtam valami érdekeset mutatni. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel, nyomjátok meg a kis csengőikont, hogy ne maradjatok le, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!